gratulálok a versenyistálok között szerzett első helyezéshez, és azért azt hadd kérdezzem meg, hogy mi volt az, ami leginkább számított az elsőségbe? Csak a lovak száma, vagy a minőség is? Szerintem a minőség is, és hozzáteszem, hogy kimondottan újrázé. Mert ugye azért csak, jól emlékszem, 4 kiemelt verseny nyert. Hát meg a jó csapat, aki van mögöttünk. Tulajdonosi kör, akik megbíznak bennem, meg hát az idománoknak a munkája. 100%-ig meg vagy elégedve mindennel? Én úgy gondolom, hogy 100%-ig soha nem lehet az ember, mert mindig arra törekszünk, hogy jobb és jobb és jobb legyen. Akit 100%-os nem lakunk jól soha, mert szeretnénk új dolgokat, fiatalabb lovakkal, a fiatalabbak jobban szerepeljenek. Én úgy gondolom, hogy egy sportembernél sosincs 100%-os teljesítmény. Mindig rá kell tenni egy picit. Az emlékezetes balesetedre mindenki nehéz szívvel gondol vissza, de azt nem hittem volna, hogy ennyire komoly a baj, legalábbis utóhatását tekintve. Azért azt tudni kell, hogy teljes mértékben kiugrott a vállam a helyéről, letört belőle egy csontdarab, és sérültek a szallagok. Olyan fájdalmat éreztem, hogy az ájulás szélén voltam. Szóval nem is szabadott volna több mint fél évig kocsiba se ülnöm. Ez a saját magam megnyugtatása véget ültem vissza. Azért, hogy legyek rá a lelki dolgon túl, viszont nem volt még 100%-os a vállam. Ezért megmondom őszintén, és nem szégyenem, volt egy kis félelem bennem. De most már tudom, hogy rendben van, így próbálok 100%-osan visszatérni. Az esetedben nem mehettünk el, a szakágváltást nem mondanék, hiszen az ügetőhöz is hű maradtál, ugyanakkor a galopra átnyergeltél. Én nem. Kedves feleségem és a legkisebbik fiam nagyon szereti a galopot. És ez igazából a feleségemnek a hobbija, én támogatom őket benne. Szóval nem vagy benne a lómenedzselésébe, a galoppon? Abszolút nem, azt abszolút rábízom az idomára, meg ott is van egy-két lóban közös tulajdonos társam. Átbeszéljük, nem beszéljük meg, hogy mit szeretnénk, meg nem mondom, hogy nem álmodozunk, de azért mindig kikérjük az idomára véleményét, hogy mik a reális képességek, mik a valóság. Melyik telivérben bízol a legjobban? A legnagyobb reményt Silver Pepper fogja adni. Azt mondta a tréner, hogyha jó Isten is önünk van és egészséges leszünk, 1600-on felül nem sok legyőzőre fogunk találni, úgy legyen, jó Isten szóljon belőle, de ugyanúgy bízok Charlie-ba, Goodhart-ba is nagyon bízok, de van egy-két titkos puskánk még, amit még nem sütöttünk el.